A szokásoknak megfelelően Tolnaváros vezetőinek és a civil szervezetek képviselőinek felvonulásával indult a nemzeti ünnepen a megemlékezés. Az ünneplők a templomba vonultak az új kenyér megszentelésére, majd a Szent István tért adott helyet az ünnepségnek, melyen Apelszor Felegnes polgármester többek között arról beszélt, Szent István ünnepe tükre az ország mindenkori állapotának. Pilinszky Jánost idézve arról szólt, az ünnep nem a semmittevésről szól, hanem a kapunyitásról felfelé. Beszédében Trianonról is megemlékezett. Az ezer esztendeig fennálló aranyhéjú kenyér Magyarországot, ahogy Krúdy Gyula nevezte hazáját, a történelem különleges sorsra koálhoztatta. Annak a sorsnak a felvállalására, hogy olyan ország legyen a miénk itt a Kárpát-medencében, amely önmagával határos. Bennünket, magyarokat pedig azzal büntetett, hogy megismerjük és elszenvedjük a szétszakítottság érzését, a kisebbségi lét minden nehézségeit, és hogy kreativitásunkat egy, a közénk vágott politikai határokon átívelő nemzetegyesítésre mozgósítsuk. Az ünneplők megkoszorúzták az államalapító szobrát, és a rend szerint megszegték az új kenyeret.